Tehát a mi történetünk az mínusz 2 évről indul, amikor is diagnosztizálták nálam a PCOS-t, inzulinrezisztenciával, és akkor így közölték velem a semmiből, hogy hát, hogyha szeretnék családot valaha, akkor legalább 2 éve előre szóljak, és nagyon komoly hormonális dózisokat kell kapjak ahhoz, hogy valaha nekem gyerekem lehessen, de hogyha ha ezt is végigcsináljuk, akkor se biztos. Tehát, hogy akkor is így úgy közölték velem, hogy minimális esélyem van még hormonkezeléssel is, hogy valaha gyerekem lehet. Tehát ezzel a tudatban úgymond volt egy, akkor 3 hónapja voltunk együtt a gyermek apjával, akinek szintén azt diagnosztizálták, hogy hát neki nagyon kevés esélye lehet, mert hogy neki meg a kisfickói nagyon lassúak. Tehát, hogyha ő is, hogyha szeretne, akkor előtte komoly kivizsgálásokon kell, meg esetleg neki is változtatni dolgokon. Szóval a zéró eséllyel mi randiztunk abban az időben. És hát igen, és megfogant a kislányunk. Ebben az időszakban egyébként én Prágában éltem, és az egész terhes gondozást én Prágában folytattam le, ami itt is volt egy csavar benne, ott ugye lehet választani, ott félig ilyen privát, félig államilag támogatott rendszer van, ezért lehet választani, én kértem, hogy akkor angolul beszélt, mert nem tudok csehül, szeretnék, és hát a végére olyan doktorhoz kerültem, aki nagyon kedves volt, nagyon aranyos volt, de igazából megértettem, amit angolul mondtam, de nem tudott válaszolni. Szóval elég fura volt így a terhes gondozás, tehát én abban a pillanatban eldöntöttem, hogy szóval biztos, hogy hazajövök. Gondoltam én, hogy ezzel probléma lesz, de nem gondoltam, hogy ennyire nagy probléma lesz, hogy ugye a terhes gondozás egy bizonyos része nem Magyarországon történt, de én direkt előre, tehát a -3 hónappal talán, igen, már jöttem és lejelentkeztem a védőnőnél, lejelentkeztem mindenhol, hogy én akkor itt szeretnék szülni, és valószínűleg, hogy valameddig maradunk is Magyarországon. És hát teljes, én nem is tudom, úgy kezeltek engem, mint hogyha nem is tudom, egy másik bolygóról jöttem volna, hogy hát mit gondolok, hogy egészen eddig én nem itt jártam terhes gondozásra, és annyira le voltak sokkolódva, hogy egy másik országból én hozok egy ugyanolyan könyvet, ami ráadásul latinul van, tehát a közös nyelvük az orvosoknak. Egyszerűen nem tudták elfogadni, hogy, és akkor igen, azt hiszem EKG-t már csináltam, de akkor csináltassunk újra EKG-t, ami szintén, tehát görbék, nem értettem, én értetlenül álltam ott, hogy jó, akkor ez ennyire nagy probléma, hát ez jó, hogy még erre kivettem szabadságot, hogy egyáltalán nem úgy jöttem, mi lett volna, hogyha úgy jövök, hogy akkor mínusz, mit tudom én, 3 héttel, mert egyébként arra is gondoltunk, hogy jó, amikor már Csehországban befejezem a munkát, akkor jövünk, csak akkor jelentkezünk be, hát jó, hogy az még nagyobb sok lehetett volna nekik, nem tudom, de ez így végig kísérte a terhes gondozásomat, hogy egy kicsit úgy annyira diszkriminatívnak éreztem, hogy mintha tényleg egy másik bolygóról jöttem volna, pedig nem tudom, nem, tehát most nem akarok másik országot mondani, de nem egy harmadik országbeli országban, vagy nem tudom, nem szanszkritül volt írva, de jó. Hát elkövetkezett, akkor 17-ére voltam egyébként kiírva, szeptember 17-ére, és hát nagyon vártam már, nagyon készültünk, ugye úgy akkor úgy terveztük, hogy akkor legalább 6 hónapot maradunk Magyarországon, úgyhogy akkor mi berendezkedtünk, meg tényleg én is így akkor elképzeltem, hogy de jó lesz majd a babámmal lenni, de ugye így szülésfelkészítésre meg ilyenekre nem tudtam járni, abból már kifutottunk így, de úgy azért voltak elképzeléseim, hogy mit szeretnék, ugye szerettem volna természetes úton szülni, hüvelyi szüléssel, meg szerettem volna élni, ugye az egész folyamatot, fájásokkal, minden, a beindulás, ugye nagyon vártam, hogy mikor fog beindulni, szóval én az utolsó pillanatig pont, hogy nagyon aktív voltam, pedig már 40 fok volt, meg nem tudom, de én járkáltam, hogy nagyon aktív voltam, hogy így elképzeltem, hogy jó, akkor egyszer csak majd így beindul, és hogy fogok örülni neki. Hát ez sajnos nem jött meg, nem indult be, és akkor a 41. héten már befektettek. Egyébként akkor egész olyan nyugiba feküdtem be. Hát teltek múltak a napok, én úgy emlékszem, hogy 3 nap eltelt, már a második nap mondták, hogy indítsuk be. És akkor ugye felhegyezték ezt a ballont éjszaka, de ilyen este 11 óra körül vagy valami ilyesmi.
És akkor mondták, hogy jó, reggel 6-kor, akkor meg ez már olyan tényleg kategorikus volt, hogy akkor reggel 6-kor, meg akkor megindul a szülés. És akkor én még mindig vártam, hogy hát ez még mindig esetleg magától beindul, vagy valami, de hát ahogy felhelyezték a ballont, egyébként nekem egyből fájásaim voltak. És akkor ki is mentem, hogy szerintem már vajúdok, és akkor mondták, hogy jó, hát próbálják aludni, mert reggel indítja a kutya, hogy visszaküldtek, és egész éjszaka nem aludtam. Ugye, hát itt az egyik szerintem, ahol már kezdett így a szép, vagy a vágyott folyamat elbukni, hogy itt már ugye nem ettem, és azt hiszem már mondták is, hogy ne is egyek. És ugye IR-esként ez azért eléggé kemény volt, hogy innentől kezdve, ahogy felhelyezték a ballont, és ugye előtte se tudom, talán előtte vacsoráztam, vagy ezt már nem is tudom, de ugye másnap, hát kora este született meg a babám, és én nagyon-nagyon rosszul voltam, hogy ugye nem ehettem, és nem is ittam. Egyszer megpróbáltam inni, és akkor hány ingerem lett, de hogy utána mondták is, hogy akkor ne igyak. Hát ugye, na igen, most itt ugrálok az időben, akkor reggel 6-kor ugye kicsoszogtam, hogy akkor jöttem szülni, ott ugye rám rakták a mindenféle a CTG, NST műszereket, és akkor jó, burokrepesztés, kaptam egyből oxitocint, akkor szóltam apának, hogy jöjjön be, egészen ideig egyébként nem tudtuk, hogy apás szülés lesz-e, vagy nővéres szülés, mármint hogy a nővérem, nem tudta apuka, hogy mennyire fogja bírni a körülményeket, de akkor jó, jöttek a fájások, nagyon próbáltam megélni, próbáltam belehelyezkedni, hogy jó, akkor most már itt vagyunk, ezt vártam, most akárhogy is, akármilyen körülmények között, de akkor ezt vártam, és most ez, most történik. És hát órák teltek el, én már nem is tudtam, tényleg, hogy ezt éreztem, X óra után már, hogy annyira fáradt vagyok, hogy ez nekem nem fog menni. Akkor kaptam ugye epidurálist egyszer, az nagyon jó volt, egyből jobban éreztem magam, mármint a fájások ugyanúgy megmaradtak, de nem volt ez a kibírhatatlan fájdalom, az a túlvilági. És még órák teltek el, én már nagyon éreztem, hogy nagyon fáradt vagyok. Ja, azt mondanom se kell, hogy közben ugye a műszakok is cserélődtek. Sose jelentette be senki, hogy jó, akkor én most egy új orvos vagyok, vagy nem tudom, vagy megfogom ezt, vagy ezt nézni, vagy nem tudom, jöttek-mentek az emberek, tehát orvosnővér, nem tudom. Igen, akkor jöttek megint nagyon erősen, akkor kértem még egyszer egy epidurálist, és végül beadták azt is, de mondtam, hogy nem érzem a könnyebbséget, de már nagyon-nagyon rosszul voltam, meg nagyon mindenem nagyon rosszul volt, és így éreztem, hogy ez így nem lesz jó, meg hogy nem fogom bírni, ugye már vártuk volna a kitolási szakaszt, már mindenki azt várta, így nem tudom, röpke 6-8 óra után, és csak nem jött. Én nem is tudom, hogy mit kellett volna éreznem. Egyébként ugye a kitolásra mondták, hogy mit kellene érezni, mint hogyha vécére kellene menni. Én semmi ilyesmit nem éreztem. És akkor jó, akkor még egy epidurálist kaptam, de nem hatott ki, mint később kiderült, mellé ment. Tehát, hogy ott lefolyta, nem jól szúrták be, vagy nem tudom. Tehát ők azt hitték, hogy beadták, de végül nem is kaptam meg. Hát aztán egyszer csak mondták, hogy most már ennek a babának ki kell jönnie, és akkor erre emlékszem, én mondom, én nem éreztem a kitolási fájást, mint hogyha megváltozott volna valamennyire a fájás, de én abszolút nem azt éreztem, amit mondtak, hogy kellene, hogy érezzek. És akkor dehogy nyomjak, jó, és arra emlékszem, hogy kétszer, háromszor jól nyomtam, de hogy mondták, hogy ez így nem lesz jó, meg hogy nem jól veszem a levegőt, meg így vegyem, meg úgy vegyem, de hogy körülbelül a 4-5 ember állt körülöttem, és akkor végül egyébként a nővérem volt bent velem, és akkor végül is az ő hangjára emlékszem, hogy ő valószínűleg elismételhette azt, amit mondtak, hogy nem kell bent tartani a levegőt, vagy nem. Szóval teljesen máshogy is vettem a levegőt, mint ahogy kellett volna, mert hogy rosszul mondták el, vagy én nem is értettem, és akkor ahogy a testem mondta, hogy végül sikerült egy jó olyan nagyot nyomni, hogy már majdnem kim volt a baba, és akkor mondták, hogy hát hogy én azt akarom, hogy megfulladjon a babám. És erre nagyon emlékszem, pedig akkor már tényleg szerintem én már nem voltam magamnál, ugye a kiéheztetettség, meg ugye se víz, se semmit nem vehettem, meg hát ilyen állapotban már nem is tudtam, tehát már valószínűleg túl késő volt, hogy igyak, vagy egyek egyáltalán. És
És hát már semmi erőm nem volt, és akkor jött egy orvosnő, és akkor így belém könyökölt. Igazából, ha tényleg ez megmentette a kislányom életét, akkor jó. Nyilván, hogy nem értettem ezt se, de már annyira nyilván szerintem a baba is nagyon szerette volna, hogy már megszülessen, meg én is nagyon szerettem volna, hogy már tényleg ne legyen veszélyben, mert én is úgy éreztem, hogy ez már túl sok, szerintem már 10 óra plusznál tartottunk, ugye úgy reggel 6 óra óta, de én már ugye éjféltől vajúttam. És hát így igen, ez így nagyon hosszú volt, de végre akkor megszületett. Én egyébként szerettem volna, hogy ne vágják el egyből a köldökzsinort, a mélylepényt, azt meg akartam nézni, azt meg is mutatták, így egy másodpercre így megmutatták, de például a köldökzsinorról hát nem is tudtam így szólni, vagy nem tudom, nem egyből ugye elvágták, és talán ilyen egy vagy fél percre rám rakták a kicsit, és utána elvitték, nem mondtak semmit. Nagyon elfáradtam, és mint kiderült, hogy nagyon sok vért vesztettem, rengeteget, túl sokat is, és nem tudtak összevarni, vagy nem tudták összevarni. Nem tudom mai napig egyébként, hogy honnan jött a vér, és hogy túl sok, és nem tudtak összevarni, és valami négy ember, négy orvos jött. És így én már nem tudtam egyébként semmiről szinte. Azt tudom, hogy már a főosztályvezető jött erre, azért én is felfigyeltem, hogy jó, akkor most már valaki nagyon magas kvalitású ember, sokat látott ember jöhetett, mert most már a főosztályvezető is itt van, és akkor ő végül nagy nehezen összevart, jegeltek, azt mondom, hogy hoztak jeget, nem tudom, és onnan fel se állítottak, annak ellenére, hogy ugye rengeteg szülőnő volt, nem mertek megmozdítani, úgyhogy én ott aludtam egy pár órát, ugye a babát nem is láttam utána, ezt így visszagondolva, ugye nagyon-nagyon nem tudom, hogy mi történt közben vele, és ez nagyon-nagyon rossz érzés mai napig. És akkor na, eljött a reggel, olyan 6-7 óra körül, és akkor kaptam meg a babámat, az nagyon jó érzés volt, de akkor, igazán akkor éreztem, meg érvényesült bennem, hogy hát itt nekünk nagyon sok idő kimaradt, tehát olyan 10 órát nem volt velem, és hogy mi lehetett vele, és hogy ezt velem kellett volna töltenie. És egyébként a kórház, babamama barát kórház, tehát itt onnantól kezdve viszont 0-24-ben velem volt, tehát itt nekik az is a policyjük, hogy babama meg anya legyen mindig együtt, születéstől kezdve. Én értem, hogy valamelyes nem történhetett ez így meg, hiszen gondolom annyira önkívületi állapotban voltam, hogy nem tudtam arról gondoskodni, de az elején azért valamennyit, egy 15-20 percet én is örültem volna, hogyha kapok. Ami ugyanígy a későbbi életünket befolyásolta, az, hogy senki nem mondta meg nekem, hogy végül is lehetséges, vagy hát én ezt nem tudhatom, nem vagyok szakember, de hogy a köldökzsinór rá volt tekeredve a kislányomnak a nyakára. És ezt senki nem mondta nekem. Senki. Én ezt nem is tudtam egészen addig, amíg bölcsődei beiratkozásra nem mentünk, mert hogy ott ugye az anamnézishez kértek olyan adatokat, amit fejből nem tudok. És hát mondom, megnézem az árójelentésről, meg akkor vettem így a kórházi papírokat elő, és így végigolvasom, és így benne van, hogy ja, amúgy így rá volt tekeredve a köldökzsinór. Most utólag már, amikor most már óvodába jár a kislányom, és a mozgásán ilyen-olyan dolgokat felfedeznek, meg hogy hipotóniás talán az izomzata, hogy így már szintén most több szakembernél jártunk, és akkor így mondják, hogy hát lehetséges, hogy amikor született, akkor oxigénhiányos állapotba került. És egyébként, mivel hogy az én kislányom másfél éves koráig nem aludt, de hogy így konkrétan 40 perc és 2 óra volt, 40 perc, 2 óra volt az az időablak, amit ő képes volt megaludni, és mindenféle embernél jártunk, mindenféle dolgot kipróbáltunk, egyszerűen nem volt, nem tudtam aludni másfél éven keresztül. És igen, ez hónapokig ment. Mindent próbáltunk, ugye én próbáltak segítséget kérni, nem a legnagyobb erősségem segítséget kérni, de én próbáltam. A nővérem ritkán átjött, de körülbelül fél órát tudott maradni, ugye neki is megvolt a saját élete. Nyilván a kézenfekvő egyébként az apuka,
Apukától is próbáltam segítséget kérni. Ő új munkahelyen kezdett, ugye, mert akkor jó, hogy akkor ő mondta, hogy próbáljunk meg itthon, itt maradni Magyarországon. És az új munkahelyével ugye rengeteg dolog volt, úgyhogy állandóan dolgozott, igaz otthonról, de soha nem láttam, és soha nem segített, már amikor könyörögtem neki, akkor sem. Meg már mindenféleképpen kértem, hogy nem kell egész éjszakára, de mondjuk egy 2-3 órára vegye át. Ja, egyébként a kezdetektől nem aludt velünk az apa, és szóval mi külön is éltünk már így az elejétől, mert hogy nem aludt a gyerek, és akkor ő gondolta, hogy hát így biztos jobban alszik, hogyha mi külön szobában alszunk. És akkor volt olyan, amikor már egy év után így annyira már tényleg nagyon súlyosan rosszul éreztem magam, meg hát én valószínűleg hogy depressziós is voltam már, akkor így volt, hogy átvittem a gyereket, és akkor mondom, legalább ott sírjon. Ez bármennyire is rossz anyaként hangzik, vagy egyébként nagyon nagy lelkiismeret furdalásom is volt, de már annyira nagy fájdalmat éreztem, ugye azért is, hogy az ő fájdalmát sem tudom kijavítani, nem tudok rajta segíteni. Egy éven keresztül már néztem, ahogy ő sír. Tehát itt tényleg egy év után én már szerintem feladtam, hogy jó, akkor ez így lesz. Nagyon minimumon működtem, tehát akkor már egy éves korára akkor jó, hogy lemegyünk egy másfél-két órára sétálni, játszózni, nem tudom, ez volt a napi rutin, de hogy az összes többit én konkrétan játszószőnyeg, a gyerek, és én így mellette feküdtem. Konkrétan erre emlékszem az első másfél évből. Az elején ugye még próbáltam nagyon háztartás, nem tudom mindent vinni, hogy én szuperwoman vagyok, és hogy mindent fogok tudni egyszerre vinni, még akkor is, ha nem alszom. Hát ez már mondom így egy év után, így éreztem, hogy ilyen nagyon minimumon, ha elketyegek, az nekem pont jó, mert hogy így többet ennél már nem tudok. De úgy másfél éves lett, akkor elkezdett aludni, és én ugye utána egyébként próbáltam kapcsolódni újból az apával, hogy akkor csináljunk közös programokat, vagy csak kettesben programokat, akkor azért már több ideig kibírta a gyerek, hogy nem kellett szoptatni, meg ugye akkor már lehetett, hát sőt, akkor már ugye lehetett neki mindenféle kaját adni. Úgyhogy ott már a barátnőm például mondta, hogy szívesen vigyázz rá. És egyszer el is mentünk, és egyszer fél év alatt. És hogy akkor is így nem, tehát így semmi foganatja nem volt annak már így a kapcsolatunkra nézve. És ezért ez egy eléggé fájó pont, hogy úgymond ott a szüléskor, ha én ezt valaki tájékoztat erről, hogy valaki mondja, hogy jó, egyébként ilyen körülmények voltak, és lehetséges, hogy oxigénhiányos állapotban volt a baba, és ennek lehetnek következményei, akkor elképzelhető, hogy másképp alakul ez az egész. És mondjuk az a másfél év kőkemény kínzás mind a kettőnk számára, tehát ugye ott eleve ez nagyon fájdalmas volt látni, hogy a babámnak valami baja van, és nem tudok rajta segíteni sehogy sem. És utána már ugye nekem is nagyon súlyos bajaim lettek. És ugye most ennek következtében meg ugye úgymond egy egyszülős családban kell, hogy felnőjön, mert az édesapával meg ugye nem tudtuk ezt a problémát megoldani. Úgyhogy ez az, ami nagyon kétségbeejtő, hogy mondjuk egy információ nem közlése mennyi mindenre kihathat, és mennyi mindenkire kihathat.